Ilyen kis ritkán lát az ember. Igaz-e, fiaim? Igen, strázsa, mester uram. A töltény raktár csak úgy egyszer a levegőbe repül. Tiszta láng, meg füst volt a bár sarka. Szerencsére az igazán fiaim lekúztak a bástyára. Jaj, az ellenség meg csak úgy lüdözött utána. De azután meg már csak lüdözhetett. Hát Károly alhadulőt és a huszára is lüdözhetik, azokon nem fogok a jól is. Jaj, lesz ebből még nem mulas, hogyha Jancsó hadnagy úr meg tudja. Hát nagyon paprikás kezdőben van mostanában. Valami búmártos hatja. Rázsa mester! Pofa be! Gyűl! Ki volt az a magfejű, aki Görgei tábornokkör ellenére megalmozta a prímás bástyát? Vitéz hadnagy úrnak alása jelentem, Károly alhadnagy. Károly alhadnagy? Hát ez a pocok sosem fél a bőribe? Vitéz hadnagy úr megkövetem, de hát már három hete itt rostokolunk Buda vára alatt. Nem huszárnak való ez, akiben egy csöppér van, kitarabol a virtus. Mi? Én passzióból tétlenkedem itt már 17. napja. Az az, amikor ide rendeltette magát, csak azért tette, hogy borsot törjön az orrom alá. Megkövetem, vitéz hadnagy uram, de hát miért haragszik annyira arra a szegény Károly alhadnagy uram? Mert nem tetszik az ábrázatja, értiket? Hát pedig hát volt az a legkedvesebb benne, a ábrázatja, hát olyan lágyos. Lágyos? Igen. Csak hogy én turkik vagyok a lányokkal! Elegem van belőlük! Értiked? Igenis! Nem értem! Jól, dehogy nem át! Már hogy ne érteni? Hát biztosan ütet is valami szerelmi nyavon a gyötri, valamely fehér nép után. Hát csak úgy, mint engemet. Jaj, Panni, Panni! Anya, Panni, mióta elhagytál! Bégurult nekem az ég! Hozzám meg uralnak, mert kikítnak! Ki merészenek ordítozni rajtam kívül? Felmester úrnak állatosan jelentem, valami fura újoncja. Az csak nem akarja feltenni a komiszpuntért. A saját ruhájához ragaszkodik. Újonc! Meg ragaszkodik! Na vezessen előben azt az újoncot, de rögves, hát ketté a rabom! Hagyjál a békén! Hát nem veszek szemén a személyzetet! Hol a főnök? Kérem nekem panaszomban! Tetszem neki! Ki vagy? Zwickli Tóbiák! Azt kérdeztem, ki vagy? A süket vagy hülye? Szabó! Okleveles női Szabó! Ákes, elveres mindenki! Ki vagy? Huszár! De nem az a nagy, csak az a picike! Huszár! Ebben az arcukban? Oh, saját reáció. Forradalmi lakát. Alul fölül kicsit puffos, oldal derékben egy kicsit svejfolt, alul diszkréten raffolt, de a helyzeket még nem volt időm kiszedésre felemelni. Beszélsz vele, te! Elfuserált pontról! Micsoda tónus ez, öregem! Ide jövök segíteni, bevenni Buda Bálát, és így beszélsz velem? Nem leszünk jobban! Törölj vissza, mert tegeszni te! A tegesznek! Vigyázz! Mire? Pirány! Ó, pont rám fél. Úgyis olyan rossz volt ez a nap. A zsermes mindenka! Honnan találtottak ide ezt a fél bolondot? Önként jelentkezett. Mi az ördögöt csináltok? Hány fel! Hát azt tetszett mondani, hogy pihenjek egy picit. Én itt a legjobban pihenni. Gyere csak! Hol van lesz a menés? Hol lesz a menés? Bemutatlak a lovadnak te! Te gyász, huszár! Na akkor aztán majd megtudod, hogy ki az a biccentős rázsa, mester úr! Vesztem senki! Az anyád, ne sírassa!